az, aki a... Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermek szépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6-on. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Nyári Gáborral, Hello. Puzsér Róberttel. Az a tervünk, hogy a nemzeti identitásról fogunk beszélni, ami a mi esetünkben a magyarság. Mit jelent az, hogy magyarok vagyunk, mitől vagyunk magyarok, mi képezi a mi számunkra a nemzeti identitást. Erre aztán nagyon sokféle megfejtés van. Természetesen a politika rátelepedett erre a definícióra. Nyilvánvalóan attól vagyunk magyarok, vagy jó magyarok, hogy a politikának, a politika ezen vagy azon pólusának megfelelően szavazunk. Megfelelően politizálunk, megfelelően formálunk véleményt a közügyekről. De mi úgy gondoljuk, hogy ennek van egy emelkedettebb, vagy akár fogalmazhatunk úgy is, hogy mélyebb komponense, ez pedig az, hogy miből táplálkozik a te számodra a magyarságod. Miből, ténylegesen miből táplálkozik? Ugye tudjuk, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ennek megfelelően az, hogy a Fideszre szavazunk, az a magyarságunknak a forrása. Az mindenféle körülmények között egy magyarság definíció. Én nem azt állítom, hogy ez egy egészséges nemzettudat, amikor ebből fakad valakinek a magyarsága, illetve a magyar gyűlölet abból, hogy a Fidesz uralmát ellenzi, vagy esetleg Orbánt bukni látni. Amúgy, ha ez a bomó nem arra lett volna használva, amire, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon integratív fogalom is lehetne, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Hogyha ha ezt az állította volna, aki éppen kormányra lép, akkor ez egy kompromisszumkereső, a közös megoldások felé mutató gesztus lehetett volna. Hát igen, nem mindegy, hogy ki mondja. Nem mindegy, hogy ki mondja. Éppen valaki ellenzékben mondja azt, hogy a haza nem lehet ellenzékben, ez azt jelenti, hogy a hatalmon most éppen nem a haza van, hanem ugye a hazátlanság. De ez egy 150 éves bombon, nem? Nem, ezt Orbán Viktor mondta 2002-ben, miután elbukta a választásokat. Az a nagy kérdésem, csak és utána folytasd, Robi, hogy miről is lenne szó, vagy mi a nagy kérdésed. Az én kérdésem az, hogy ha ez így van, akkor hogy aki a kormányzó párt, az jelenti a hazát, ugye az a, ezt egyszer már kicsit elválasztgattuk azért, hogy a haza, az állam és a kormány az érthetően három különböző nagyságú rovar és bogár, tudod, ilyen halmaz a halmazban, de hogy mondjuk 2006-ban is lehetett volna azt állítani, hogy hát a balosok vannak kormányon, ezért ők a haza, de úgy a balosok általában politikai ideológia szerint nem annyira nemzetiek. Úgyhogy így nem állna meg. Igen, csak tudod, ez arról szól, hogy az egyik oldal kisajátította magának ezt a fogalmat, hogy nemzeti, elkezdte magát következetesen nemzeti oldalnak hívni. A másik oldal, meg erre válaszul, kisajátította azt a fogalmat, hogy demokratikus. Meg Európa is elkezdte magát következetesen demokratikusnak hívni, ami már önmagában egy kirekesztés. A nemzeti oldal, amikor nemzetinek nevezi magát, akkor gyakorlatilag lenemzetárulózza a saját ellenzékét, vagy a saját antitézisét. Ugyanennek megfelelően, amikor azt mondja magára, akár kormány, akár ellenzék, hogy ő a demokratikus oldal, azzal azt állítja, hogy a másik oldalon meg hát diktatórikus uralom van. De ez egy nagyon régi felosztás, tehát hogy a jobboldaliság az azért a 19. századtól nemzetiességet jelentett, míg a baloldaliság a 20. század elejétől ilyen internacionális és hasonló szavakat, tehát egy ilyen korai globalizációt kiáltott. Nemzetköziséget. De szerintem eltávolodhatnánk egy pillanatra a politikai narratívától, mert szerintem sokkal fontosabb kérdés, hogy mi az, ami összeköt minket.
miért tartozom én jobban össze mondjuk egy kelet-magyarországi alacsony sorban élő romával, akivel ugyanazt a nyelvet beszéljük, és legalábbis most egy picit persze eufemizálom ezt a kérdést, de ugyanazt a tananyagot tanultuk, ugyanazokkal a költőkkel ismerkedtünk meg általános iskolában, és igen, nagy metszete van a kulturális fogyasztásunknak, és miért áll tőlem mondjuk távolabb az a mondjuk, nem tudom... Egy dán felső középosztálybeli polgár, aki nagyon hasonló életet él, mint én nem vagyok, és hasonló módon nem, gondolkodik, nem vagyok mint én. Teljesen meggyőződve arról, hogy tényleg távolabb áll. Én most már azt tapasztalom, hogy egy ellenzéki magyar távolabb áll egy fideszes magyartól, mint egy amerikai demokratától, és egy amerikai republikánus meg közelebb áll egy fideszes magyarhoz, mint egy amerikai demokratához. De egyébként... azért, mert folyamatosan politikai síkra tereled ezt a kérdést. Azért nem én terelem, a kurzusok terelik, én csak arról beszélek, hogy a kultúrharc ma már fontosabb identitásképzővé lép elő, már konkrétan a kultúrharc valamely kurzusához, valamelyik lövészárkához való tartozás fontosabb identitásképzővé lép elő, mint a nemzeti összetartozás. Viszont közelebb kell állnia. Tehát, hogy kell-e közel állnia feltétlenül a nemzeti identitás nyomán két embernek egymáshoz? Az identitás maga nem a nemzeti, általában az identitásod. Az nem egy kétdimenziós dolog. Lehet, hogy valaki az identitását nem a hazafogalmából és a nemzetiségből képzi meg. És innentől kezdve, és látjuk is, hogy ez van, ez okozza ezt. Ebből következik. Hát én azt hiszem, hogy mielőtt még rátérnénk arra, hogy honnan fakadhat a nemzeti identitás itt két politikai ügyről, két politikai incidensről Magyarországon nem lehet megfelejtkezni, és nem lehet kihagyni, és mert ez meghatározó Magyarországon, méghozzá évtizedes viszonylatban meghatározó mindkettő. Az egyik az a Gyurcsánynak a népszavazása arról, hogy a határon túli magyarok ne kaphassanak állampolgárságot. Ami én úgy gondolom, hogy egy közgyalázat volt, és azt hiszem, hogy a határon túli magyarokat sikerült évtizedekre hozzá láncolni, olyan érzelmi kötelékeket megalkotni Orbán Viktor és a határon túli magyarok között, amire önmagában Orbán Viktor soha nem lett volna képes. Ez tényleg valami minősíthetetlen mértékű csapás volt a nemzeti identitásra. Azt mondani, hogy a határon túli magyaroknak ne legyen állampolgárságuk. Ez olyan, mintha sikerült volna, és senki se hitte, hogy sikerülhet Trianont tetézni. De mintha sikerült volna. Mintha sikerült volna Trianonra lapot húzni. Mintha nem lett volna elég. Ez olyan volt, mint az elárultatása mindazoknak, akik a határon túl vannak, vagy élnek. És én az... Hát ez az akkori véleményformáló balos értelmiség tragikus tévedése, hogy a nemzet egészen ugyanazt vallja, amit ők, hogy az első világháborút lezáró békék valójában igazságosak voltak, legalábbis abban az értelemben, hogy valóban az etnikai határok mentén, vagy nagyjából az etnikai határok mentén húzták meg őket, ami ráadásul következménye volt a monarchia elhibázott és aljas nemzetiségi politikájának, amit ráadásul Magyarország második világháború szereplése is csak tetézett. Magyarország örüljön, hogy egyáltalán akkora területtel és akkora élekszámmal kerülhetett ki ebből a két világégésből, amekkorával végül kikerült, és örüljünk, hogy egyáltalán bevettek minket az európai nemzetek klubjába. Ugye ez volt a baloldali, vagy a baloldali liberális narratíva akkoriban, és ez a kurzus mélyen hitt abban, hogy mindenki ezt vallja. Az Orbán Viktor arra érzett rá nyilván, ügyesen, hogy a revízió igénye, a határon túliakkal érzett szolidaritás és egy csomó egyéb ezzel járó egyéb, hogy mondjam, ilyen kultúrmissziós küldetés, igen is fontos, és a nemzet számára az együvé tartozás érzése valóban túltéred a határokon. De hogy ezek a szimbolikus gesztusok, mert ezek valójában szimbolikus gesztusok voltak. Nem is arról van szó, hogy legyen-e kettős állampolgár a határon túl élő magyar, vagy ne legyen, hanem már arról van szó, hogy Gyurcsány arról szavaztat, hogy ne lehessen.
Tehát nem arról van szó, hogy Orbán Viktor megszavaztatja a magyarokat arról, hogy lehessenek, és a Gyurcsány azt mondja, hogy ebben az ügyben ne szavazzunk, vagy itt most ne szavazzunk együtt Orbánnal, hanem hogy ő járul a magyar társadalom elé, és mondja azt, hogy ne adjunk a határon túliaknak szavazati jogot. Illetve kettős állampolgárságot. A másik ilyen incidens, és az ehhez tartozó... Várjál, ne menj a másikra, mert ezzel kapcsolatban még kérdeznék, hogy felvetnék valamit. Az egyik, hogy én biztos nyári, hogy ez a tévedésük nekik? Tehát, hogy ők azóta belátták, hogy ezt másképp kellene gondolniuk? Szerintem ez egy állandó elhelyezkedésük, ez a nézőpont, igen, ez egy állandó, igen, dolog. A tévedés talán a megszavaztatás, továbbá nem csak a szavazásra bocsátás a bűn, Robi, ebben, hanem az, hogy ez a szavazás úgy végződött, ahogy. Tehát amikor beszélünk arról, hogy milyennek a népszavazásnak a kimenetele, ott a többség azt szavazta meg, amivel kapcsolatban szomorú vagy. Plusz én azt érzem, hogy itt a mondjuk a Gyurcsány nem erről akart dönteni, hanem meg akarta védeni magát attól, hogy még több jobboldali szimpatizáns vagy Orbán szimpatizáns szavazó jöjjön létre. Hogy ez, tudod, egy és ettől akár még undorítóbbnak is tekintheted, hiszen ez egy választási trükköző manőver, amelyben ezt a lehetőséget megvontuk azoktól, akik valóban nemzettársaink, és akkor földobok még egy dolgot, amitől lehet, hogy kikelsz magadból. Időnként elhangzik szerintem a te szádból is, hogy a nyugdíjasok nem a saját jövőjüket szavazzák meg, hanem ugye olyanokét, akik most 15 meg 25 évesek, akiknek a nyugdíjasok döntése miatt 40-60 évet kell majd abban a jogi környezetben eltölteni. Ha ezt átviszed földrajzi minőségbe, akkor itt keletkezik egy párhuzam, hogy az, aki nem abban az önkormányzati, megyei, államigazgatási rendszerben él, mégis arról szavaz, az nem a saját közvetlen viszonyairól dönt, hanem csak azokéről, akik földrajzilag is itt telepedtek le. És lehet, hogy az ettől való félelme a nemmel szavazóknak az hasonló ahhoz, akik azt érzik, hogy a nyugdíjas az a következő 15 évéről szavaz, míg másoknak 65 évet kell még leélnie majd abban a jövőben. Én azt hiszem, hogy megbánták. Én azt hiszem, hogy a baloldal megbánta ezt. Én azt hiszem, hogy most már ők is tévedésnek tartják. De azt nem hiszem, hogy úgy magukba szálltak, vagy erkölcsi alapon vizsgálták ezt felül, hanem taktikailag. Tehát, hogy megértették. Taktikailag bánták meg? Aha, van egy politikai ideológiának, vagy oldalnak lelke, Robi, mert ez undorító, hogy azt mondjuk, hogy taktikailag bánsz meg valamit. Nincs. Megbánni lélekben kellene valamit. Ha taktikailag bánta meg, akkor ez akkor az úgy megbánás, mint ahogy a politikai korrektség nem korrektség. Belerúgtál a küszöbbe. Bánod, hogy belerúgtál a küszöbbe, mert fáj a lábad, de ennek nincs erkölcsi tartalma, ennek a megbánásnak. Én is azt gondolom, hogy ez egyfajta taktikai megbánás. Ez az a kategória, vagy talán az a narratíva, amilyen családi ebédeknél gyakran elhangzott a múltban, amikor mondjuk 56, az 56-tal kapcsolatos megítélés hirtelen ellenforradalomról forradalomra változott, de azért az ember végighallgathatta bizonyos családoknál, bizonyos családi ebédek közben, hogy hát azért akkor fasiszták járták az utcákat, és pogromra készültek, és talán jobb is, hogy úgy alakult, ahogy. De ugye most már nem ezt kell mondanunk, ugye? De azért tudjuk jól, hogy ezek a forradalmárok valójában nyilas terrorra készültek, és a többi, és a többi. Ahogy szokás azt mondani a 2006-os események kapcsán is, nyíltan vállalva a vállalhatatlant, hogy az nem állt semmiből, mint a csőcselék őrjöngéséből, akik ugye Gálvölgyi Jánost idézve összeszarták, összehúgyozták a Kossuth teret. Amikor az Orbán rendszer 10. évében ennyi jött le. Igen, az Orbán rendszer 10. évében. Ilyen minőségű a megértése annak, hogy mi vezetett ide. Igen, amikor a vak is látta, hogy ha ez nem nép, csak a vak nem látta, hogy ha ez nem népmozgalom, akkor semmi sem az. Még akkor is, ha olyan, amilyen, még akkor is, ha nem értünk vele egyet, még akkor is, hogyha van számtalan olyan vonása, ami számunkra, hogy mondjam, diszkomfort érzetet okoz. De valamiben nem lehetett nem egyet érteni ezzel a mozgalommal, mégpedig abban, hogy Gyurcsány mondjon le. Hát, hogy itt nem is arról van szó, hogy írjanak ki új választást. Itt nem is arról van szó, hogy a kormány
vagy a parlament adja vissza a mandátumát, és szavazzunk újra a parlament összetételéről, mindössze csak, hogy legyen következmény, minimális következmény, de legyen legalább egy minimális következmény, hogy a költségvetést meghamisító, a költségvetési adatokat elcsaló, a konvergencia jelentéseket meghamisító, hazudozó miniszterelnök, miután a hazugságával lebukott is, megleptük a kamrában, a lekváros bödönbe szorult kézzel, legalább annyi következmény legyen, hogy lemondjon. Ha ő akkor ott lemondott volna, azok a társadalmi energiák, amelyek a 2010-es hülkeforradalmat okozták, ott elvezetődtek volna. Ráadásul lett volna egy ilyen precedens ebben az igen. országban is, hogy egy kormányfő lemond. Igen. És azóta már megdicsőülve tért volna vissza újra a hatalomba, majd bukott volna meg újra mostanra már azóta. Gyurcsány Ferenc, nekem kétségem nincsen afelől, hogyha ő legyártott volna egy ilyen precedenst, hogy ő a miniszterelnök, aki képes volt hátralépni, képes volt lemondani, képes volt levonni a konzekvenciákat, ez kamatozott volna, csak hát a korszellem jegyében ő is, mint mindenki, szuper rövid távon gondolkodott. Úgy gondolkodott, hogy ő a 2006-os választást megnyerte, ez a miniszterelnökség most neki jár, és ő most nem fogja visszaadni azt, amit ő ezekkel a hazugságokkal, meg ezekkel a szélhámosságokkal ugye fölhajtott önmagának. Lehet, hogy hülyeséget mondtam, végül is a Megyesi is lemondott, most mindegy, hogy kipucsolta meg és hogyan, de most akkor hülyeség a részemről precedenst követelni a pont őt követő miniszterelnöki posztot betöltő személyen. Más volt az a lemondás. Más volt a lemondás, hogy mások voltak a körülmények, és ő a múltjáról hallgatott, nem pedig a miniszterelnökként elkövetett bűneiről. Igen, meg nem a hatalomra jutásának a szélhámosságáról. Tehát, hogy ő 2006-os választás... De ha már egyébként akkor a Megyesi lemondásából egyenesen következett volna a Gyurcsányi is. De meg a Megyesinek sem akkor kellett volna lemondani, hanem a D206-os vagy 209-es. 9-es ügy kapcsán kellett volna, én úgy gondolom. Igen. Ja, a 206-os tökre belefért. Igen, a 206-os belefért volna. Én is úgy gondolom, hogy a 209-es miatt viszont le kellett volna mondani. De most ugye eredetleg arra szerződtünk, hogy arról beszéljünk, hogy mi alkotja a nemzeti identitásunkat. Van itt még egy incidens, és van itt még egy konkrét. Igen, de én azt akarom mondani, hogy látszólag aktuál politikai síkra tereltük ezt a kérdést, és most Gyurcsányról meg Orbánról beszélünk, amikor azt gondolom, hogy ez mégiscsak a magyar néplélek egyik legfontosabb kérdésé. Vagy hogy mondjam, a egyetértek a nyárival, de hallgassuk meg a Robinak a másik ilyen kérdését is, és utána menjünk bele, hogy jó, mitől vagy akkor magyar, csak kérdés mert én maga, a politikára egyáltalán nem gondoltam. Bevallhatjuk-e a bevallhatatlant? Mi a bevallhatatlan? De akkor folytasd, és akkor elmondom én is, hogy mi az, ami bevallhatatlan. Hát, hogy kik vagyunk mi valójában? Hogyan érjük el a céljainkat, és mi az a módszertan, aminek mentén szervezzük az életünket, a sorsunkat, a társadalmunkat, a politikánkat? Hogy Gyurcsány módszerei a célra vezetőek-e, mert az a magyar, és úgy kell hozzáállnunk, költségvetést hamisítva, ügyeskedve, a megoldjuk okosba, megoldásokat erőltetve, illetve ezeket előnyben részesítve, és ennek mentén cselekedve, vagy pedig valami más? Az Orbán Viktor az valami más? Hát nagyon nyilvánvalóan nem. Nem ezt mondtam, hogy az Orbán Viktor valami más, hanem a kérdés abban a pillanatban, 2006-ban szerintem ez volt, hogy ezt az utat járjuk-e tovább, vagy valami mást? És hát valami más lett, de nem lett igazán más. Hát, hogy így valaki más... Hát a te elméletedet követve, hogyha lemondott volna akkor Gyurcsány Ferenc, akkor kijelölt volna talán egy új utat, ami kivesztett volna ebből a történelmi csapdából. Igen, igen, bizonyára. Ugye a határon túli magyaroknak kettős jogállásuk van. Függően attól, hogy ők lépték át a határt, vagy őket lépte át a határ. Ha őket lépte át a határ, itt konkrétan a trianoni rendezésről beszélünk, tehát a trianoni rendezés során határon túlra szakadt magyarok, azok szavazhatnak levélben a magyarországi választásokon. Ellenben azok, akik a határt átlépték, és talán nem véletlenül lépték át a határt, talán nem voltak teljesen elégedettek a saját kilátásaikkal Magyarországon, azok nem szavazhatnak levélben. Nekik nincs megengedve a levélszavazás. Ők sorban kell, hogy álljanak a konzulátus vagy a nagykövetség előtt, akár fél napon, akár egy teljes napon keresztül, hogy leadhassák a szavazatukat. És ugye itt Orbán Viktornak a rendszere alapvetően tagadja a magyarság egyetemességét. A magyarság
mint identitás többé nem egyetemes, hanem vannak elsőrendű határon túli magyarok, és vannak másodrendű határon túli magyarok, és hozzájuk a magyarságuk alapvető jogai gyakorlata tekintetében másfajta szabályozás tartozik. Hát én azt gondolom, hogy ez legalább annyira sérti a magyarság, mint nemzet integritását, mint amennyire a Gyurcsánynak a népszavazása. Tehát ez legalább annyira közgyalázat, úgy gondolom, ha már a nemzeti identitásról beszélünk. Onnantól kezdve, tudod, én akkor undorodnék, ha ez a kis bombon úgy hangzott volna el, hogy a magyar nemzet nem lehet ellenzékben. Hiszen a haza az egy intézmény, és az lehet a kormány oldalán. Az képviseli, az vezeti, az irányítja, az határozza meg a következő 4-8-12-16 évét. De amikor az előbb erre emlékeztettél erre a mondásra, én úgy éreztem, hogy ez a mondat végén még az írásjelet se tetted ki, már is megfelezte, már is megbontotta az egységet, miközben igen cinikus nemzeti egységrendszerének nevezni, ami ezután következik. Szerintem ez egy visszaélés egy csomó mindannyiunk által szentnek tartott fogalommal. A haza egy nagyon személyes kérdés. Nem gondolom, hogy bárki eldönthetné rajtam kívül, hogy mit tekintek annak, vagy mit tekintek a hazámnak, hogy egyáltalán mit jelent számomra a haza fogalma. Hát abszolút emlékszel, hogy értékrendet alkottunk a múltkor abban az adásban, és 15 értéket sorba rendeztünk, és egyikünk sem pont ugyanarra a sorrendi helyre helyezte a hazát, mint a másik. Három különböző helyre tettük, ezért nyilvánvalóan ez egy szubjektív fogalom, hogy te az identitásodnak hanyad részét képzed abból, hogy magyar, a magyarsághoz tartozol. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on. Na de Robi, te mitől vagy magyar? Én a magyar irodalomból merítem az identitásomat, a magyarságomat, a magyarsághoz fűződő viszonyomat. Tehát én abból a kulturális, nyelvi hagyományból gyökerezem, amit a Kosztolányi Dezső, a Karinti Frigyes, az Ady Endre, a Vörös Sándor, a Hambas Béla, József Attila, József Attila, Szabó Lőrinc, reprezentált. Tehát én azt hiszem, hogy az én magyarságom az egy rügy, egy fán, ami egy ágon van, amely ág egy vastagabb ágba kapcsolódik, és ez úgy végül a törzsbe, és le a gyökérzetbe. És ott a gyökérzetben meg már a, nem tudom én, az első nyelvemlékeink vannak, amihez már tényleg ásni kell. De ez az én személyes magyarság identitásom. Ez az én viszonyom a magyarságomhoz. Én úgy általában azt figyeltem meg, hogy háromféle forrása tud lenni a nemzeti identitásnak. Van, aki a politikából vezeti le a magyarság tudatát, a nemzethez tartozását. Van, aki a történelemből vezeti le ugyanezt, és van, aki a kultúrából. Én azt hiszem, hogy nagyjából ez a három fő irány van. Aki a politikából vezeti le, az tulajdonképpen az itt és most a jelen politikai kultúrharc, divatos kifejezésével a kultúrharcból, és a kultúrharc valamely oldalán gyakorolt szolgálatból, egy lövészárok szolgálatból vezeti le a saját politikai identitását. Nemzeti identitását. Az ő esetében a politikai identitás és a nemzeti identitás nem válik szét. Arról van szó, hogy amerikai vagyok, mert Trumpra szavazok. Trumpra szavazok, mert amerikai vagyok. Ez az identitás, ez egy. Ez megbonthatatlan. Azt gondolom, hogy ennél egyel szofisztikáltabb az, aki a történelemből vezeti le, mert ő tulajdonképpen a múlt politikájából vezeti le, nem a jelen politikájából, ő már egy kontinuitásban gondolkodik,
És hát van olyan, aki pedig mindezt a kultúrából, és nem állítom, hogy mindenki úgy van ezzel, mint én, hogy az irodalomból, az irodalmi nyelvi hagyományból eredezteti a saját nemzeti identitását. Van, aki a Nobel-díjasokból, van, aki a kultúra kimagasló eredményeiből vezeti le ugyanezt, de én azt gondolom, hogy ez a három alapvető forrása van a nemzeti identitásnak. Nem tudom, ahogy így hallgatlak, nekem az jutott közben eszembe, hogy valamiféleképpen mégiscsak valamiféle csoport identitáshoz és valamiféle, hogy mondjam, ilyen kulturális prezentáció vagy történeti prezentációhoz kötött megoldásokban gondolkodsz, pedig szerintem itt vannak mélyebb rétegek, amik talán, nem tudom, ezek ilyen nagy szavak, hogy mindannyiunkat összekötnek, de a magyarnak levés, én azt gondolom, hogy azért ezeken sok tekintetben túlmutat. Ott van maga a nyelv, ez is persze egy közhely, hogy hát persze a nyelv köt minket össze, de én nem nagyon hiszem, hogy a nyelven kívül lenne bármi, ami igazán összekötne. Én attól tartok, hogy nincs is nagyon más. Nincs ez a kulturális szövet, ami egy közös mitológia. A nyelv maga az. De a nyelven túl. Tehát úgy értem, hogy van egy közös történetünk, amit megéltünk. Ha úgy tetszik 2006, meg 2010, meg a rendszerváltásunk, meg 56, tehát hogy ez egy közös mitológia, amiben tagozódunk, tehát hogy ez nem pusztán a nyelv. A nyelvre olyan, hogy mondjam, a nyelv annak a visszatükröződése szerintem, ahogy működünk, gondolkodunk, érzünk és viselkedünk. És ennek van valamiféle magyar specifikuma, illetve nem tudom, hogy van-e, az a kérdésem, hogy van-e. Tehát van-e a magyar embernek valami olyan egyedi, vagy a magyar társadalomnak valami olyan egyedi sajátossága, ami megkülönbözteti minden más társadalomtól. Nyilván most fel lehetne sorolni egy csomó tudományos jellemzőt, hogy mit tudom én, meg történeti, meg tudományos, meg kulturális jellemzőt, hogy milyen térünk el másoktól, de azt gondolom, hogy mindezen túl talán van még valami, amiben mi mások vagyunk, mint mások, csak nem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy mi ez. A Robi az előbb azt mondta, hogy amit együtt megéltünk, és akkor felsorolt 2006-ot, 89-et, 56-ot. Felhívnám a figyelmet arra, hogy 56-ot nem éltük meg együtt, tehát van egy éles választóvonal, hogy mi az, amin te az idővel együtt keresztül haladtál, mint egy élő személy, és mi az, ami az emlékezetben, a földben nyugszik, és úgy élted meg együtt, hogy te ahhoz nem kapcsolódsz, te a földhöz kapcsolódsz, és abban nyugszanak azok, akik azt megélték. Igen, itt különbözik a politika és a történelem. Ez a történelem, minden, ami emlékezet, az történelem. De ez lehet személyes is, tehát azok a családtagjaik, akik neked örömet okozott az életedben, azok itt haltak meg, vagy itt éltek velük személyes kapcsolatra, egy ölelésre, egy egymás szemébe nézésre, itt számíthatsz. Ha elmész innen, ők nem mennek veled. Ha hazajössz, miattuk jössz ide. Ez nem történelem, amit te velük együtt átéltél, ez a te személyes történelmed, de nyilvánvalóan az a felosztásod, hogy történelem és hogy kultúra az nagyon helyes, én a politikát egy picit a kultúrába érzem bele. A számomra egyébként a nyárihoz csatlakoznék abban, hogy a nyelv az nagyon erős, mert én egy verbális ember vagyok, tehát nekem szavakkal lehet azokat a lelki képeket előhívni, nem szagokkal, nem látvánnyal, nem simogatással. Az otthonról írt versek, vagy azok a népzenei művészek, akiket látsz és érzed bennük, hogy ők, tudod, azt a hagyományt, amivel te nézőként foglalkozol, azzal ők előadóként és alkotóként foglalkoznak, vagy azokban való gyönyörködés, akik a magyar nyelvet fölényes biztonsággal használják veled szemben. Ez főleg a vers. Tehát ami a kemény kötöttségek mellett egy érzelmi tartalommal és egy formának való tökéletes megfeleléssel tudja azt forgatni, amire téged az anyád tanított meg. És ezen kívül, ami nem hangzott el, maximum az előbb, hogy oda temettünk embereket, a föld, ami úgy gondolom, hogy akinek nincs földje, tehát aki nem parasztember, hanem egy városi ember, neki nagyon mást jelent a föld, aki azt műveli, az sokkal intimebb viszonyban van vele, úgy, mint a zenészek között a zongorista, aki az új begyével ér a hangszerhez, versus a csellista, aki átöleli. Én nem tudom, hogy hol végződik a politika és hol kezdődik a történelem, nyilván attól is függ, hogy ki emlékezik vissza. Bizonyára élnek köztünk olyanok, akiknek a 70-es évek, a 80-as évek, mert hát annyira öregek már, még mindig a politika.
Ők nem történelemként gondolnak arra, hiszen ők azt megélték. Mi nem gondolunk történelemként 2006-ra, hiszen megéltük. 89-re, hát akkor voltunk olyan 13-15 évesek, 17 évesek, ki 18. Bennem ez a 89 talán a mi számunkra határa történelem meg a politika között. Bennem ez az elmúlt években vált történelemmé. Próbáltam rá úgy visszaemlékezni, hogy egyszerű emlék legyen, egy emlék a közelmúltból, és már nem sikerült. Kénytelen voltam azokhoz a módszerekhez nyúlni, amikhez az ember akkor nyúl, amikor olyan történeti eseményekre próbál visszaemlékezni. Természetesen idézőjelben értem most a próbált, amiket valójában nem élt meg. Az emlékeimre emlékszem már, nem pedig magára az eseményre, hogy ez pontosan hogy is volt. Tudom, hogy hogyan emlékeztem róla, és hogy hova rendeztem az emlékeimet az elmémben, és ezeket bármikor elő tudom hívni, de ezek nem valódi emlékek, hanem az emlékekről alkotott emlékek. Van ez a médium, amikor te együtt érzel valakivel, az az érzés, amit ő akkor érez, az benned nem pontosan ugyanúgy alakul ki, de valamin keresztül ti egymáshoz kapcsolódtok, ez kinek micsoda, a lélek vagy az Istennek a fogalma. Ugyanígy van valamilyen átvivő közeg azzal kapcsolatban, hogy amikor te nem éltél, azt az emléket a magadénak érezd. Tehát, hogy büszke vagy szomorú legyél valami miatt, ami a történelemnek a része. És ez a valami, ami a lélek esetében az Isten, az lehet az emlékek esetében a magyarság. Én most arra próbálok törekedni, hogy valamiféle identitáspolitikai kérdést csináljak ebből, és hogy mondjam, ilyen progresszív síkra, vagy vogue síkra tereljem ezt a beszélgetést, persze viccelek, de hogy akkor is érteni akarom, még ha érteni is vélem, mégsem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mi az, ami minket megkülönböztet mindenki mástól. Hogy mi az a közös nevező, mi az a közös tapasztalat, mi az a közös hagyomány, amire támaszkodva mi mondjam, kellő biztonsággal kijelenthetjük, hogy igen, mi magyarok vagyunk. Azon túl, hogy egy nyelvet beszélünk. Ja, azt gondolom, hogy ez annak ellenére, hogy bennem is magas érzelmi töltet keletkezik, ha erről beszélünk, de úgy gondolom, hogy ez hamis, ez a kép, hogy valóban mi mindenkitől különbözőek vagyunk, mint magyarok. Én azt gondolom, hogy szinte minden ember mindenkitől különböző. Aztán ebből lehet csoportfogalmakat alkotni, és nyilvánvalóan azért nem felismerhető. Vagyunk cseh, mert nem csehül beszélünk, és nem cseh filmeket néztünk, meg cseh költőket tanultunk gyerekkorunkban, meg nem tudom, nem cseh szimbólumok, jelek, és cseh történelmi tapasztalatok mentén szerveztük az életünket? Aha. Mindössze ennyi a különbség? Én azt hiszem, igen. Nagyon kulturális, tehát ha például csak a külső jegyeket veszed, bármikor lehetnél osztrák, meg cseh, meg balkáni. Tehát nem vagy beágyazva abba. Az egy olyan történet, ami a te történetettől idegen. Nem annak a történetnek a része vagy. Nem annak a filmnek a szereplője vagy. Egy másiké. Igen, de akkor másképp teszem fel a kérdést. A cseh, az a nagyon bonyolult kulturális szövet, ami a csehséget eredményezi, az mégiscsak valamiféle más embert eredményez, mint amit a magyar kulturális nyelvi, történeti szövet eredményez. Igen, feltétlenül. Igen, de akkor ez milyen ez a magyar? Vannak jó dolgok, amiket el lehet róla mondani, meg vannak rossz dolgok, amiket el lehet mondani. Na, erre vagyok kíváncsi. Én azt hiszem, hogy minden nemzetnek vannak sötét, elfajzott, aljas jegyei, és minden nemzetnek vannak nagyszerű, meg kiváló, meg büszkeségre okot adó jegyei. És a magyar sem kivétel ez alól. Hát én azt hiszem, hogy a magyarságnak például, hogy kezdjem azzal, amire kevésbé vagyok büszke, hát itt van egy ilyen nagyon jól érezhető dögöljön meg a szomszéd tehene is mentalitás. Ez nem is elsősorban a magyarságot jellemzi, én úgy gondolom, hanem elsősorban a magyar értelmiséget. És a magyar értelmiségnek ez a mentalitása, ez szivárog le a magyarságnak a mély rétegébe, a proletariátuson, meg a parasztságon át. Én azt hiszem, hogy itt a legnagyobb bűnünk, nekünk magyaroknak, meg főleg nekünk magyar értelmiségieknek, az, hogy mi nem engedünk senkit érvényesülni a maga jogán,
mi nekünk bukott hősökre van szükségünk. Ha nem buknak meg maguktól, akkor elgáncsoljuk őket. Nekünk arra van szükségünk, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz takarodjon el innen, oldja el a kapcsolatát a magyarsággal, és valahol Amerikában kutatva majd kaphat Nobel-díjat, de hát mi itt nem tűrjük el, hogy valaki mi közülünk kiemelkedjen, mert azt visszarántjuk, mert annak a bokájába marunk, hogyha fölénk emelkedne. Sajnos ez a mentalitás, ez nagyon-nagyon jellemző. Hogy a magyar értelmiség az fanyalogni nagyon tud, meg fikázódni nagyon tud, de elismerni azt, aki tényleg elismerésre méltó, és itthon, Magyarországon alkot, arra valahogy képtelen. Van erre egy mondás, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. Én nem tudom, hogy mindenkire igaz-e, de hogy Magyarországra ez nagyon igaz, hogy Magyarországon egy magyar nem lehet próféta, mert nem engedik, hogy az legyen, mert ha prófétává válik, mert ha sikeressé válik, akkor a magyar értelmiség azt fogja érezni az ő relációjában, hogy ő egy senki. És amikor a magyar értelmiség ezt érzi, hogy ő egy senki, inkább szeretné azt érezni, hogy bukjon el az illető, mert akkor nem lehet. Nem lehet megcsinálni. Itt Magyarországon nem lehet kitörni. És ha ez igaz, és ha ezt igazzá tesszük, és azokat, akik kitörni látszanak, azokat sikeresen visszarántjuk a sárba, a magyar ugarra, ahogy Adi fogalmazott, akkor levonhatjuk végre az üdvözítő következtetést. Innen nem lehet kitörni, itt nincs mit tenni, itt csak megrohadni lehet, és ha ez igaz, akkor velünk sincs semmi baj. Akkor mi a legtöbbet hoztuk ki ebből, amit a Kárpát-medencében adott volt. Akkor mi beteljesítettük a sorsunkat. Valójában nem lehet itt, senki nem lehet próféta, tehát nekünk senki előtt nem kell elszámolnunk azzal, hogy miért nem lettünk próféták. Valójában kérhetünk egy kis üstit, meg kérhetünk hozzá egy sört, és megihatjuk, és kérhetjük a következőt, mert nincs semmi dolgunk a nagysággal, mert nincs semmi dolgunk a kiválósággal, mert nincs semmi dolgunk a halhatatlansággal. Szép. De nyilvánvalóan vannak jó tulajdonságai is a magyaroknak, amiket ugyanígy általánosan el lehet mondani róluk. Én úgy gondolom, hogy a magyar értelmiség az sokszorosan rászolgált arra, hogy a maga kulturális identitását felülvizsgálja. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on. Magyarságunk definíciójáról beszélgetünk itt az önkényes mérvadóban, és hát persze vannak olyan magyarok, akiket mi is elismerünk, akiket képesek vagyunk elismerni. Szigorú feltétel, hogy külföldön váljanak prófétává, ne itt Magyarországon. Hát pontosan tudjuk, hogy nem is hallottunk Kertész Imréről a Nobel-díja előtt. Nem is hallottunk. És itt nem arról van szó, hogy mi bunkók nem hallottunk, bezzeg, akik értik és követik az irodalmat, hallottak. A magyar értelmiségnek fogalma sem volt arról, hogy van egy Kertész Imréje. Aztán, amikor megkapta a Nobel-díjat, hogy az első irodalmi Nobel-díjasunk, azonnal a komplett magyar értelmiség körbehordozta, füstölővel körbe táncolta, csodák csodájára kiállította. Milyen csodálatos író, de milyen érdekes. Addig a Nobel-díjig nem ért egyetlen egy említést sem Kertész Imre a magyaroknak. Semmit. De onnantól kezdve, hogy hozott nekünk, szállított nekünk egy díjat, ami által mi magyarok bekerültünk a hírekbe világszerte, ami által mi magyarok, a mi magyarságunkban büszkék lehetünk, mire magunkra?
Na, náhogy magunkra, még szép, hogy nem a Kertész Imrére. Abban a pillanatban már is Kertész Imre bekerült az irodalmi panteonba. Csak ennyi kell? Hadd védjem meg a magyar értelmiséget. Én egyetlen említésére emlékszem Kertész Imrének. Még 1993-ban talán akkor készült a Schindler listája. Bemutatták Magyarországon is a filmet, és a bemutató után rendeztek egy beszélgetést, amire elhívták Kertész Imrét is, a Sorstalanság szerzőjét. És valóban, ahogy a Robi írja, Robi mondja, addig nem nagyon hallott róla senki, és az, hogy ezt a vitát olvasták, akkor ilyen megrökönyödve vették tudomásul, hogy létezik egy ilyen író, és létezik egy ilyen könyv. És Kertész Imre szanaszét gyalázta Spielberg művét. Ő kifejezetten rosszul volt ettől a filmtől, és a lehető legrosszabb megfejtésnek titulálta, ami a holokausztról való gondolkodásban történhet. És utána a Kertész Imrét karanténba is zárta egy időre a magyar értelmiség, amíg aztán el is... Hiszen csak holokauszt túlélő volt. Egy nagy magyar író. Arra az időre, amíg aztán végül... Milyen alapon mondja ezt a csodálatos hollywoodi filmről? Hogy mit tud ő erről a témáról egyáltalán, meg hogy lehet neki ez a véleménye? Itt az öngyarmatosítás áll szemben azzal, hogy nekünk van egy saját holokauszt túlélő írónk, aki saját szemével látta, hogy ez milyen, a saját bőrén érezte, hogy ez milyen, és bocs, jelezte, hogy a nagyszerű Hollywoodban esetleg hamisan interpretálják ezt, ami történt itt Európában vele többek közt. Ugye Spielberg úgy kapcsolódik a holokauszthoz, ahogy te 56-hoz. Tehát, hogy a Földön vagy az őseiden keresztül, míg a Kertész Imre az emlékeiről beszél. A tapasztalatairól. Hogyha az identitásunk része az, amit te ugye úgy fogalmaztál meg, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, akkor ez miből fakad? Miféle történelmi tapasztalat ez, ami így tudott az identitásunk részévé válni? Én azt hiszem, hogy ez a sebek benem hegedésének és újra felszakadásának a következménye. Sajnos az a tapasztalat, hogy ez a úgynevezett rövid 20. század, tehát ez a 1914-től 1989-ig tartó évtizedek, ezek túl sok volt a magyarságnak. Túl sok sebet ejtett a magyarságon. Ebből már nem tudott a magyarság talpra állni. 48-49 sokjából a kiegyezés és a dualizmus évtizedeinek a prosperitása még ki tudta rántani a magyarságot, de aztán az első világháború rettenetes vérvesztesége és a háború elvesztése és Trianon és azután a revíziós politikának a teljes csődje, majd a szovjet megszállás, majd 1956 és annak a leverése, és ezt követően a Kádár rendszer és Acél György által meghajlított magyar gerinc, és a magyar társadalomnak a megszerettetése a saját elnyomatásával. Ez így már sok volt. Én azt gondolom, hogy ez okozza azt. Itt egyszerűen már senki se nyerésre játszik. Itt mindenki a veszteség minimalizálására játszik. És ez egy rossz lelkületet eredményez. Ez egy lelkiismeret hamisítást eredményez. Ez bizony sok esetben aljasságot. Azt a fajta aljasságot, amely már nem arról szól, hogy őszintén tudok örülni annak, hogyha egy magyar sikeres valamiben, hiszen azzal én a magyarságomban egy vagyok, hanem azt az érzést, hogy őszintén tudok örülni annak, hogyha egy magyarnak nem sikerül valami, hiszen akkor az én magyarságomban sincs ennél több. Akkor ennél többet ebből a magyarságból nem lehet kihozni. Én azt hiszem, hogy ez nagyjából úgy néz ki, hogyha egy épp lelkületű kisgyerek kinéz az ablakon, és azt látja, hogy odakint rossz az idő, esik, és az összes kisgyerek a szobában van, akkor ő azt mondja, az épp lelkületű kisgyerek, hogy hát rossz, ez most rossz, jó lenne kint játszadozni a gyerekekkel a játszótéren, ez egy rossz érzés neki, és kicsit lehangolt lesz tőle. Ellenben, ha egy depressziós kisgyerek meglátja azt, hogy kint rossz az idő, és esik az eső, és senki nincs kint, akkor azt mondja, hogy
milyen jó idő van, milyen jó most, az összes többi kisgyerek is bent van a szobában és szomorkodik, mint én. Most, ilyen körülmények között, hogy rossz az idő, nem is vagyok annyira nyomorult hozzájuk képest. Már nem önmagamban, már nem tudom látni vagy érteni a saját lelki állapotomat, vagy azt, hogy most jó-e az idő. Ez egy relációba kerül. Arról van szó, hogy ez egy depressziós nép. Ez egy a 20. század által tönkrevágott lelkület. És sajnos a helyzet az, hogy mi úgy vagyunk vele, hogyha mi nem játszadozhatunk kint a kertben, már pedig nem játszadozhatunk, mert kedélybetegek vagyunk, mert lelki betegek vagyunk, és ez már az identitásunk részévé vált, akkor az a mondásunk maradt, hogy senki se játszadozzon odakint. És az a világrendje, amikor senkinek nem sikerül, mert nekem nem sikerülhet. Azt hiszem, hogy helyes azt a párhuzamot keresni, hogy a nemzeti identitás, ez mondjuk a személynek az egója, és egy személyiségi jegyeket keresni a nemzeti identitásnak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy amint a világ híradóiba kerül egy percre egy Nobel-díj, egy olimpiai aranyérem, vagy egy nemzetközi sportközvetítés, én azt gondolom, hogy úgy tűnik, hogy a magyar államnak, kormánynak, nemzetnek megér sok tíz, sok száz milliárd forintot két perc a CNN-en. És ez azt gondolom, hogy egy ilyen insta nemzet egy picit, hogy egy picit több like jön arra a selfimre, az bármit megér. Bárhova odaállok, hogy készítsek egy olyan pillanatképet, amelynél a világ szempárjainak egy jó része egy kicsit erre a kis nemzetre szegeződik. És ez valószínűleg abból is következik, hogy mi földterület vagy katonai erő kapcsán nem vagyunk hatalmasak. És a komplexusunk a méretből adódik, hogy egy kis országként kell ezt megéljük, és előtte sem voltunk sokkal nagyobbak Nagy Magyarországnak. Tehát nem tudunk úgy viselkedni, mint a németek, vagy mint az oroszok, vagy mint az Egyesült Államok, vagy mint Kína. Mégis hozzájuk verődünk. Ugye az SL-merc, cápa-merc is kopasz csávóval akar jóban lenni az 57 kilós srác, aki lejár a konditerembe, de csak a rudat emelgeti. Hadd idézem ide az Ady Endrének a Nekünk Mohács kell című versét. Ő szerintem Ady Endrénél senki sem volt értőbb tolmácsa a magyar népléleknek. Ő pontosan érzékelte ezt. Mi a vereségeinktől, a szenvedés történetünktől, az elnyomatásunktól, a kilátástalanságunktól, a depressziónktól, a fájdalmunktól vagyunk azok, akik vagyunk magyarok. Ez az igazság, és hogyha ezt elveszítenénk, mert ez az egyetlen forrása a magyar identitás kontinuitásának. Hogyha ezt elveszítenénk, talán elvesznénk magunk is. Talán ez a nemzet, azt már tapasztaltuk, hogy millió kudarcot, millió csődöt, millió vereséget, millió tragédiát átvészelt egy sikerbe, egy győzelembe, talán bele is pusztulna. Az Ady komolyan vetette fel ezt, hogy ne legyen egy fél percnyi békességünk, mert akkor végünk. A legmegrázóbb, ez a diskurzushoz köthető legmegrázóbb élményem az volt, amikor megnéztem a Pintér Béla Kaiser Stefa Ungarn című darabját, ami többek között arról szól, vagy hát az a felvetés, hogy már 1848-ban is volt tévé, és a darab 90%-a ebben a televíziós stúdióban játszódik, egy televíziós stúdióban játszódik, a Kaiser Stefa-ban, ahol a 48-as forradalom eseményeit közvetítik, illetve hát először a császári narratíva szerint, aztán később már a forradalmi narratíva szerinti eseményeket közvetítik. És van egy pillanat a darabban, ami engem tökéletes meglepetésként is ilyen nagyon revelatív élményként ért, amikor az események alakulása, vagy hát az alternatív történeti események alakulása folytán a magyarok nem elvesztik, hanem megnyerik a sveháti csatát. Az első nagy veresége a szabadságharcnak még 1848-ban, de
de itt a darabban ugye megnyerjük, és szabad az út Bécs felé. Bécs felé megindul a magyar honvédsereg, Bécsben is kitör a forradalom, és rövid úton győz a magyar szabadságharc, és a magyar republikánus mozgalom. És az pillanatra, magyar szabadságharc. Így van, és egy pillanatra ott átéltem, hogy milyen lett volna győzni. És életemben először értettem meg, hogy milyen az, amikor egy nemzet győz. Amikor egy nemzet magáinak tudhat egy nagy történelmi sikert. Amikor képes újraalkotni magát, képes úgy megszervezni magát, és olyan eredményesen működni, létezni, hogy annak nyomán kiemelkedik valamiért a történelemből, és a történelem aktorává válik egy rövid időszakra, és annyi erőt és hatalmat és sikert koncentrál egyetlen pillanatba, amivel bizonyítja a saját létéhez való jogát. És ez mondom, tehát számomra egy rendkívül revelatív élmény volt, mert a magyar történelemben nincsenek ilyen élményeink. Bukások és bukások és újabb bukások követik egymást, hatalmas fölhorgadások, majd újabb bukások, szörnyű önfeláldozások, rettenetes genocidiumok és elvesztett háborúk sorozata, és elvesztett forradalmak sorozata, és valahogy olyan érzés volt ez, amit azt gondolom, hogy megtapasztalhattak azok a nemzetek, akiknek van, vagy amelyeknek van hasonló történelmi tapasztalata, és ez lenyűgöző élmény lehet. És én utána rendkívül hálás voltam a rendezőnek, hogyha ilyen kurtán furcsán is, vagy ilyen alternatív történeti megoldásokkal élve is, de átélhettem azt az élményt, hogy milyen az, amikor a magyar nép győz. Nem tekintett győzelemnek mondjuk a honfoglalást, vagy a kereszténységhez való csatlakozást, vagy Buda visszafoglalását? Hát én erről azt gondolom... Ezek nem ilyen élmények lehetnek? Azt gondolom, hogy ezek egyfelől persze nagyon távoli élmények, tehát hivatkozhatnék erre, de persze ezek nagy sikerek. Nyilván nagy sikere a magyar népnek, hogy egyáltalán fennmaradt. De muszáj nekünk, hogy a mi életünkben is legyen egy ilyen, mert még úgy néz ki mégis, ami történelmi emlékezet, és nem a személyes emléked, az azért valahogy mégiscsak kevés. Még sincs hozzád olyan közel. Én azt gondolom, hogy az igazi problémát az okozza, hogy a magyar történelem valóban meghasadt 1526-ban. Addig létezett egy közép-európai középbirodalom, ez volt ugye a Magyar Királyság, a maga összes fontos középkori attribútumával. Ez egy fontos királyság volt akkor Európában. Valódi történelemmel, valódi múlttal, valódi kultúrával, valódi középhatalmi erővel, nagyon direkt és határozott geopolitikai szándékokkal. A magyar királyság jelenléte a középkori magyar történelemben erős volt és fontos és meghatározó. Aztán 1526-tal ez az ügy elmúlik, és utána évszázadokig tart, amíg a magyar nemzet, elsősorban a politikai nemzet, értsd az elit, megszervezi újra magát. De már két elit. De már két elit, és a népen kívül. Tehát van egy nép, aki felett döntenek, és van a két elit, amelyik folyamatosan harcban áll. Azóta is Szapolyai és Ferdinánd áll egymással szemben, csak a Szapolyait most úgy hívják, hogy Orbán Viktor, Ferdinándot meg úgy hívják, hogy Gyurcsány Ferenc. Azóta is ez a törzsi széttagoltság az gyakorlatilag 1526-ig visszavezethető. Igen, és azt gondolom, hogy ez a negatív történelmi tapasztalat, ami valójában meghatározza a modern kor, vagy legalábbis a modern idők, vagy az utolsó mondjuk 200-300 év magyar identitás válságát. Hát, Muhácsnál fordult a kocka, de Trianon is egy ilyen pillanat volt, ahol fordult. Ezek már mindebből következnek szerintem. Abból, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy kik vagyunk valójában, és hová akarunk tartozni. És nekem, én azért szorgalmaztam folyamatosan a beszélgetés közben is, hogy válasszuk meg azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi valójában, mert azt gondolom, hogy ha csak a környező országokat nézzük, és ezeknek nem kell feltétlenül katonailag erős országoknak lenniük, mert az OSZI arra hivatkozott, hogy mi lett volna akkor, ha mondjuk Magyarország egy katonailag erős ország lenne. Csehország sem az, de ha mondjuk a cseheket, ez nyilván igazságtalan, és hogy mondjam, sok tekintetben hamis megítélés, de mégis ha a csehekre gondolunk, akkor eszünkbe jut egy kicsi közép-európai nép, amelyik valahogy ügyesen kibekkelte a történelmet, közben összehozott egy egészen erős gazdaságot, egy egészen meghatározó kultúrát. Valahogy sikerült megúsznia mindent, és végül annak ellenére, hogy a szláv népek csoportjába tartozik, vagy a szláv világhoz tartozik, amik az jellemzően kelet-európai államokat alkotó nemzetek, nekik valahogy sikerült mégis a nyugathoz csatlakozniuk. Hogyha a lengyelekre gondolunk, ott is van egy ilyen nagyon erős áldozati és panasz kultúra, de a lengyeleknek valahogy sikerült mégis pontosan erre az áldozati és panasz kultúrára építve kitalálni valamiféle identitást. És hogyha körbenézek mindenhol, valójában mindenhol van valamiféle alap nemzeti narratíva. De a miénk mi?
A Robi az előbb azt mondta, hogy ez a keserűség, szomorúság és tragédia és depresszív érzés, ez az egy szál, ami minket az identitásunkhoz köt. Talán akkor kellene újakat képezni. Tehát, hogy bizonyos nemzeti identitást képző dolgok felbomlanak így az évszázadok során, és ha ennek a válságát látjuk, talán újra kellene pilléreket képezni magunk alá, amelyen keresztül ismét mindenki rácsatlakozhat arra a valamire, ami a magyarságot jelenti. Néha az érzésem, hogy azoknak a szláv népeknek, amiket valójában tényleg azoknak a szláv etikumoknak a vezető értelmiségei talán álltak ki a 18.-19. században, akik létrehozták ezeket az országokat, ezeknek nincs valódi történelmi előzményük, nincs Szlovákia a közép-európai középkori történelemben, nincs Csehország van, Lengyelország is nyomukban ugyan, de létezik, de azért számos ország, tehát egyetlen egy ország sem büszkélkedhet olyasféle valódi mondjam, államalkotói múlttal, mint a magyarság. De néha azért sem, hogy az érzésem van, hogy szerencsésebbek ők, akik legalább kitalálhatták magukat, mint mi, akik hordozunk egy ilyen rendkívüli történelmi, hogy mondjam, ilyen többletsúlyt magunkkal, ami mind arra predesztinálna minket, hogy nagyok legyünk és erősek, és ez valahogy nem megy. Van azért itt az én számomra legalábbis három olyan vonatkozás, amiben meghatározható a magyarságnak az identitása, vagy az önazonossága, vagy az önmagához való viszonya. Ez az egyik, ez az önsajnálat. Ami a reflexiónk a saját balsorsunkra. Elég meghallgatni a himnuszt. Hát a himnusz az ennek az ódája. A másik az a közgyűlölet. Ezek vagyunk mi. Ezek, akik utáljuk egymást. Ezek, akik magyar-magyarnak ellenségei. Igen, ezek vagyunk mi. Ezek, akik jobban utáljuk egymást, mint bárkit, bármilyen fenyegetést, ami kívülről jön. És a korrupció a harmadik. Még ezt se vesszük igazán komolyan. Hogy még ez a gyűlölet is, és talán ez egyébként ebben a vonatkozásban nem is olyan nagy baj, ez a gyűlölet is olyan, hogy persze gyűlöljük, kis aljasságokra ez a gyűlölet rávisz minket, de igazából nem vágjuk át egymásnak a torkát, mert ekkora kockázatot nem vállalunk ezért. Ennyire azért nem gondoljuk még ezt a gyűlöletet, ami az identitásképző meghatározó jegyünk, sem gondoljuk igazán komolyan. Hogyha megnézzük a szerbeket, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez, hogyha megnézzünk olyan népeket, ahol tényleg polgárháború van, vagy volt polgárháború, és ahol rendesen őrre mentek egymással, különböző társadalmi, politikai törzsek, akkor azt látjuk, hogy ott ez azért komolyan volt véve. Nem ilyen fokú a korrupció. Mi nálunk ez a hideg polgárháború valahogy sosem jut el a forpontig. Mindig hűti az elemi korrupció. Soha nem tud eljutni fegyveres harcig. Ez 1526 óta nem tudott eljutni a fegyveres harcig. Ez a mi öngyűlöletünk. Vagy ez a mi belső Szapolyai Ferdinánd polgárháborús érzületünk. Hanem mindig megmaradt, konzerválódott egy identitásfaktorrá, hiszen ha lett volna valaha egy ilyen fegyveres harc, az egyik törzs a másikat már legyőzte volna, de mivel sosem tör ki, ezért ez a kettős identitás mindvégig megmarad, konzerválódik, és hát ezek vagyunk mi. Most már ezek vagyunk. Mi, akik gyűlöljük egymást, de arra vagyunk ítélve, hogy soha ne győzhessük le egymást. Egyik törzs a másikat, mert ahhoz, hogy legyőzze, ahhoz kockázatot kéne vállalni, igazi kockázatot, igazi bűnbe kéne esni, igazi testvérgyilkosság kéne. Idáig azért nem jutunk el. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on. Ennek ellenére én mégis nagyon szeretek magyarnak lenni.
de ennek meg tudod, így nincs értelme. Most ez az én szeretek magyarnak lenni, ezt az mondhatja, aki már volt nem magyar, és tudja, hogy milyen nem magyarnak lenni, és akkor azt mondja, sokan... hogy én szeretek magyarnak lenni, mert ez olyan jó. Tehát most az igazság az, hogy az egész életedben mindig is kelkáposztafőzeléket ettél, és soha nem kaptál semmi más, mint kelkáposztafőzeléket, akkor sem azt nem mondhatod jogosan, hogy utálod, sem azt, hogy szereted, hiszen nem ismersz semmi mást. Na most itt a szituáció ugyanez. Ez az én szeretek magyarnak lenni valakinek a részéről, aki mindig is magyar volt, és esélye sincs, hogy más legyen, valójában mit jelent? Azt jelenti, hogy hát én azért a magam részéről ebben a magyarságomban, hát így tulajdonképpen jól, én szeretek Nyári Gábor lenni. Hát ez tulajdonképpen... De ez jó dolog, ha én már szeretek Nyári Gábor lenni. Jó, persze, hajrá. Csak mit jelent az, hogy nem vagy Nyári Gábor? Robi, amennyire igen, azért hidd el, tehát rendelkezem ezzel a képességgel, hogy bele tudom élni magamat. Hát, az ego ezt meghamisítja, pont úgy a magyarság, mint a Nyári Gáborság vonatkozásában. Oké, akkor ilyen alapon nincs érvényes művészet, és nincs érvényes, hogy mondjam, lélektan, és nincs érvényes én ezt azért nem empátia, mert hogy szerinted senki sem tudja a kellő érvénnyel, vagy a kellő hitelességgel beleélni magát más emberek, vagy más nemzetek helyébe. Dehogy nem. Azért én el tudom képzelni. Te magyar vagy, azt mondhatod. Ha én dönthetek, hogy mondjuk a Római Birodalomban szeretek élni, vagy a Magyar Köztársaságban 1993-ban, akkor én a Magyar Köztársaságot választom 1993-ban, és nem csak azért, mert nem ismerem a Római Birodalmat kellően. Igen, de most magyarként könnyű azt mondani, hogy hát én nagyon örülök, hogy magyar vagyok, nagyon nem szeretnék román lenni. Ez így magyarként könnyű mondani. Nem ezt mondtam, te rögtön egy ilyen párhuzamot vonsz, vagy rögtön egy ilyen ellentét párba vonod ezt, hogy én azért mondom, hogy szeretek magyar lenni, mert nem szeretnék román lenni. Nem azt állítottam, hogy románnak lenni nem jó. Vagy hogy orosznak lenni nem jó, vagy akár nem tudom, a római császárság egyik alattvalójának lenni, nem tudom, 312-ben. Lehet, hogy az is jó, és lehet, hogy az ottani emberek egy része is megtalálta a számítását. Én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy bár nem tudom definiálni, vagy legalábbis nehezen tudom definiálni, de mindaz, amit eddig elsoroltunk, beleértve a panaszkultúrát, beleértve az öngyűlöletet, beleértve a depressziót, beleértve minden egyebet, beleértve a tragikus történelmi tapasztalatokat, ennek ellenére a magyarnak levésben szerintem van valami jó, amit szerintem mindannyian érzünk, és nem véletlenül ragaszkodunk sokan mégis ehhez a helyhez, és ez nem csak a megszokás, és nem csak az ismeretlentől való félelem, nyilván benne van természetesen ez is. És de ez nem a nyelvünknek ebből a mélységes líraiságából fakad. Ez nem abból fakad, hogy a magyar irodalomban azért azt jól tudjuk, hogy a prózánk, meg a drámánk az hát nem kiemelkedő. Persze vannak kivételek ez alól, mert azért vannak kiemelkedő prózai, meg drámai alkotások a magyar irodalomban néhány elvétve, de a líránk az világszínvonalú, és nem lennénk ugye magyarok, ha nem lennénk annak a sorscsapásától sújtva, hogy ugye pont a líra az, amit nem lehet lefordítani autentikusan semmilyen más nyelvre, tehát ezt csak mi tudjuk. Arra vagyunk ítélve, hogy csak mi tudjuk, hogy van egy világszínvonalú líránk, a világ ezt soha nem fogja megtudni, mert legfeljebb egy fordítást olvashat, a lírafordítás az valójában nem az a vers, az egy másik vers, ami hasonló ütemű, hasonló szerkezetű, hasonló rímképletű, hasonló témájú, de nem az a vers. És hát mivelünk ugyanez van, azt hiszem, hogy van ez a mélységes lírája a magyarságnak, a magyar létnek, ami egyszerűen a nyelvből fakad, a nyelvből következik. És hogy ez az, amiben mi azt hiszem, olyan különösnek érezhetjük magunkat. Én nem csak erre gondolunk sokszor. Azt hiszem, senki nem tudja olyan módon kifejezni magát, ahogy mi, és nem azt mondom, hogy mi pontosabban tesszük, vagy tömörebben tesszük, de azt hiszem, hogy több benne a líra abban, ahogy mi tesszük. Sokszor beszéltünk arról, ha csak az egyik tényezőt vesszük azokból, hogy miért jó magyarnak lenni, hogy Oroszország nagyjából az ős vezértérnél kezdődik. És én azt gondolom, hogy a magyar létben, ha van valami igazán jó, akkor ez tényleg ez a kulturális olvasztó tégely lét, ami olyan elképesztő, izgalmas, sokszínű világvárost eredményezett, mint amilyen Budapest. De szerintem lehet rajongani a magyar vidékért is számtalanokból. Lehet rajongani a kortárs, hogy a
történeti magyar kultúráért is, de erről már sokat beszéltünk. Én azt gondolom, hogyha mégis van valamiféle feladatunk ezzel az identitással, ezek persze nagy szavak, és jellemzően ez egy nagyon 19. századi gondolat, de mégiscsak a történelemnek egy olyan szakaszában járunk, most persze ebbe beletartozik a Covid, beletartozik az, amiről már nagyon sokat beszéltünk, a világszellem hiánya, és egy csomó dolog nehezíti az életünket, de mégiscsak valahogy azt azért kijelenthetjük, függetlenül a politikai harcoktól, és függetlenül attól, hogy éppen ki kormányoz, hogy azért ez egy békés, és tulajdonképpen, ha nem is a maga teljességében, vagy nem is teljesen kiteljesedő, de mégiscsak prosperáló időszak. Én azt gondolom, hogy feladatunk lenne az országgal, meg hogy mondjam, kreatív feladatunk lenne az országgal, abban az értelemben is, hogy kitaláljuk, hogy mi akkor most ilyen legyen. Most van egy történelmi esély, van egy történelmi lehetőség. Csak tudod, sosem volt ez az ország egy. Mindig is kettő volt, és a fél ország sosem azt a kérdést tette fel, hogy milyen legyen, hanem hogy mikor kapjuk vissza, hogy szerezzük vissza. Tudod, a fél ország azt mondja, hogy milyen legyen, és leginkább az a válasza, mert hogy ő éppen hatalmon van, az a válasza, hogy legyen a miénk még, legyen beláthatatlan időn keresztül a miénk. És ennek a szempontnak van alárendelve az, hogy milyen. A miénknek a milyen. És mindkét törzs a saját jogát, a saját birtokjogát akarja érvényesíteni a teljes országgal és a teljes társadalommal szemben. Ezért aztán arra, hogy milyen is legyen ez az ország, milyen is legyen ez a társadalom. Nem vetted volna valahogy fél évezrede soha nem térünk rá. Ha nem vetted volna részt, éppen alát pakolok, a harmadik út lehetőségét kínálom fel neked, illetve az arra való reflektálás lehetőségét. Nyilván reménytelen, de nyilván nincs semmi más, amit érdemes megpróbálni. Kínált föl nekem, én azt gondolom, hogy ha ez ennek a két törzsnek a mentén van a szakadás, mi lenne, ha leszakadnánk erről a két törzsről? Tehát a politikának hátat fordítva, ennek a kettősségnek hátat fordítva, a kulturális alkotásaid, a személyes kulturális fogyasztásod, a te családod és annak története, az élőhelyed, az otthonosságod, egyéb kulturális beágyazottságod, egyéb lelki beágyazottságod, a szociális beágyazottságod, hogy kik segítenek neked, kiket segítesz meg te, kiktől tanultál és kiknek tanítasz te, hogy tudod, egy társadalomként látni ezt, függetlenül attól, hogy kinek van holokauszt traumája és kinek van 56-os traumája. Említetted korábban a cseheket például, és akkor itt a fejemben elkezdett pörögni, hogy mondjuk ők adtak nekünk egy svejket, nyilván maguknak is birtokolják a svejket, hogy ez a fajta okosbázás, ez a fajta szélhámosság a közben a humorral, nem pedig mondjuk a keserűséggel vagy az ítélkezéssel. Ez nálunk hol van? Van-e nekünk egy olyan ilyen szerencsefi, kicsit szélhámos figuránk az irodalomban, aki ezzel összemérhető, vagy nálunk az ilyesmit bűnszervezetben meg hivatalokban dívik el elkövetni, mint a Mixát esetén? Igen, de a Schweig... Mármint a szerző esetén, de lehet ez éppen az ember is. De azt hiszem, hogy a mi korruptságunk az nem ilyen kedélyes. Nem, meg a Schweig... Igen, meg a Schweig magán hordozza az összes cseh történelmi tapasztalatot. A Schweig nem is korrupt, legalábbis nem magyar értelemben korrupt. A Schweig legfeljebb a monarchia ellenében, vagy a történelem ellenében az. De ő meg akarja úszni a történelmet, mindenkit hülyének néz, és ki akarja bekelni azokat a nehéz éveket, amik most éppen rávárnak, de ő mélyen cseh, és mélyen őrzi magában ezt a csehséget. És ebben van egy derű. A mi korruptságunkban, a mi szélhámosságunkban, hogy úgy mondjam, ebben nincsen derű. Nekünk túl nagy a pátoszunk önmagunk iránt, meg a saját szenvedéstörténetünk iránt sem, hogy egy Schweigünk legyen, amelyik röhögni tud a saját nyomorán. Mi nem tudunk, mi azok vagyunk, akik elsírjuk magunkat a saját rossz sorunkon, meg rimánkodunk, meg alkudozunk az Istennel, hogy most már jár nekünk a jó sor, erről szól ugye a himnusz, mi nem tudunk röhögni
a saját fájdalmunkon, meg a saját szenvedés történetünkön. Mi ezzel a pátosszal, ezzel a dagályos pátosszal vagyunk megverve. Tudod, kit érzek én itt egy picit mégis a sorba illeszthetőnek, a katonaság, a humor és az ügyeskedés metszetében? A 23-as számú határvadász ezredből Molnár egy Ferenc tizedest. A Sinkovicsot a tizedes meg a többiekben. Aha, igen. Igen. Hogy azért ott igen, megtalálják a nyomorúságukban azt, hogy nevetni tudnak magukon. Igen, az biztos, hogy a tizedes meg a többiek az erről szól. Arról szól, hogy a korruptság, ami korrupció, ami egy normális társadalomban, ugye éppen a fekély, éppen a romlás, éppen az elbomlás, az egy embertelen társadalomban, meg éppen az élhető, az éppen a, ahova menekülni lehet, ahova az életet menekíteni lehet, a borzalom, a fanatizmus elől. Hát a fanatizmus közegében a korrupció az menedék az élethez. Az valami, ami megtart minket embernek. Bármilyen furcsa, bármilyen ellentmondásnak tűnik, a rothadás csak addig rothadás, ameddig, vagy addig kártékony rothadás, amíg a szerves hús rothad, amikor a rák rothat, az tulajdonképpen megváltás. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen magyar történelmi hérosz, aki ráadásul egybefort a saját maga által alkotott irodalmi hérosszal, ez pedig Petőfi Sándor és a János Vitéz. Én rajongok a János Vitézért, azt gondolom, hogy a magyar irodalom egyik lehetséges csúcsa, most sokan nyilván nem értnek egyet velem, de azt gondolom, hogy amit el lehet követni irodalomban, poézisban, a magyar néplélek, a magyar mese, a magyar népmese megértésében, szétszálazásában, majd újra egybeforrasztás, Az a János Vitéz. Csak hát ez a mi János Vitézünk is egy tragikus hős, aki végül Tündérországban, tehát a más világon találja meg a boldogságát. Ugye ennek van egy gyermeki olvasata az, hogy végül sikerült és visszaszerzi Iluskát, de tudjuk jól, hogy a felnőtt olvasat az arról szól, hogy János Vitéz valójában a tengernek ment, és onnan soha nem tért vissza. Egy fiatal ember, aki feláldozta az életét a szabadságáért, a szerelméért, és végül belehalt abba, amiben hitt. Ez ugye maga Petőfi Sándor. Tehát ha a magyar népléleknek van jó oldala, vagy van Jedi oldala, akkor ez ő. A 26 éves zseni, aki 26 éves korára a halála pillanatáig lerakott egy egész életművet. Több mint 1000 verset, amiből azt hiszem, hogy 850 darab fenn is maradt. Műfordításokat, kevésbé sikerült színpadi drámákat, meg eposzokat, de a lényeg az, hogy ő valahogy magán hordozza a magyar zseni, és egyúttal a magyar gloárt, ha egyáltalán van ilyen, egyúttal a magyar szerencsétlenséget is, a kiúttalanságot, és ezt a gyorsan és haj meg fiatalon szellemiséget, ezt a magyar rock and roll természetet, ami aztán később sok baj forrása lett. Tudod, hogy mi az, ami tényleg elfogadok annak, hogy az magyaros? Az autóvezetés és a sorban állási kultúránk. Mert egyszer volt valamilyen YouTube mém, egy 1-2 perces rajzfilm, ami olaszok, németek, svájciak, angolok, magyarok ilyen helyzetben való viselkedését listázta, és valóban észrevehető különbség volt, és humorral fogta meg a sztereotípiákat. Tehát, hogy abban és mi milyenek vagyunk a sorban, hát meg az autóban? A trapéz alakú, vagy háromszög alakú sorba állunk, a legelső emberrel párhuzamosan áll a legtöbb ember, aki azt gondolja, hogy ők egyszerre jönnek majd, a második sorban kevesen, és akkor hátul áll a legnagyobb balfék egyedül. Míg valakik ugye képesek a kordonok között úgy is végigmenni egyedül, hogy nincs senki a kordonok között, aki sorban állna. Annyira szabálykövető. Igen, mi korruptak vagyunk, de és ha nem... És egymás torkának esve egymás kárára akarunk ugyanannak a sornak az elejére jutni. Igen, igen, de talán a korruptságunk óv meg attól, hogy elsüllyedjünk a közgyűlöletben. Talán ez az egyetlen menedékünk önmagunk rosszabbik része elől, hogy ezt a gyűlöletet sem vesszük annyira komolyan, mint amennyire mondjuk a spanyolok a maguk polgárháborújában. Volt még szó arról, hogy ugye aki egy kicsit is kidugja a fejét a masszából felfelé, vagy egy kicsit is elbotlik,
azt vagy visszarántják, vagy eltapossák. Ahogy itt Pintér Béláztatok az előbb, én mindig emlegetem ebben a műsorban a Tündöklő középszer című darabot, ami pontosan erről szól csodálatosan, és mindkét oldalról megforgatva, mind a nálunk tehetségtelenebb színtársulattagunk, mind a nálunk jóval tehetségesebb színtársulattagunk tekintetében, akit amúgy ugyanaz a karakter formál meg. Itt eszembe jutott az, hogy azt meglincselik, aki sikerre vágyik, vagy aki proféta próbál lenni a saját hazájában, az egy ilyen egymás nyakának ugrás, miközben végül is itt arról van szó, hogy nem magadnak kapard a gesztenyét, hanem kapard sok gesztenyét, és oszd szét annak, aki rászorul. Ha ugyanerről a jelenségről beszélgetünk Japán kapcsán, akkor ott egy ilyen tátott szájjal nézünk egy kollektivista társadalmat, de a kettő között azért vélek felfedezni egy olyan különbséget, hogy mi a csoportdinamika szerint egymásra kényszerítjük azt, hogy ne lógj ki, míg ők egyénenként tűnik úgy, hogy beáldozzák magukat a közérdekében. Ha már a magyar Svejket keressük, vagy a magyar népléleknek ezt a képességét arra, hogy Svejké váljon, akkor itt a Mikszáth Kálmán nyilván megkerülhetetlen. Én azt hiszem, hogy ő állt a legközelebb ahhoz, hogy ezt a svejki derűt, ezt a mi korruptságunkból, meg a mi romlottságunkból, meg a mi urambátyám, testvérem, komám nepotizmusunkból kifejtse. Én azt hiszem, hogy a Mikszáth Kálmán volt az, aki a saját sorsával is, meg az irodalmával is a leginkább svejki figuránk. Én azt hiszem, hogy ő aki a legkegyetlenebb és a leglelepleződ korrajzot adta a dualizmus magyar nemességének a romlottságáról, az elaljasultságáról, miközben hát ő maga is a probléma része volt, nagyon is. Olyannyira, hogy hát ő országgyűlési képviselő volt évtizedes viszonylatban, és egyetlen egyszer szólalt fel az országgyűlésben, amikor azt kérte, hogy csukják be az ablakot, mert húzat van. Ez egy olyan szituáció, amiben a mi svejki lelkületünk azért ott van, azért megjelenik. Tisztában vagyunk a magunk elaljasodásával, de biztos, hogy senkinek nem kell a mi javainknak, vagy a mi nagyszerűségünknek a példáját követni. Minket ne kövessen senki, mi kiiratkoztunk a történelemből, leginkább megúszni akarjuk a történelmet, és mindig minden körülmények között feláldozzuk a közösség érdekét, az egyéni érdeknek, a haza érdekét, a család, a vérségnek. És azt hiszem, hogy ebben a tekintetben meg a Mikszáth nagyjából a Petőfi erkölcsi térfoglalásának a kudarca, a csődje. A Mikszáth személye, és a Mikszáth ezzel tisztában is volt. A belátása annak, hogy a magyarság, illetve a világ megválthatatlan, hogy 1848 egyszer és mindenkorra elsüllyedt, nem mint szabadságharc, amelyet elvesztettünk, hanem mint idealizmus, amiben hinni tudtunk. De ha van még dolgunk önmagunkkal, akkor azt nagyszerűen összefoglalja, ha már a magyar poézis dicsértük, József Attila a Dunánál című versének utolsó verszaka, ami így hangzik, hogy én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen, sövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, és rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsorsávjában.